tippelni az első három helyezettet. Hát nagyon kevesen találták volna el, azt hiszem, ezt az első három nevet. Gratulálunk, Krisztián, gratulálunk, Endre. Egy tapsot még egyszer, mert olyan ilyetten nézett körül ide Krisztián, mint hogyha nem akarta volna elhinni, hogy tényleg ők az elsők, ők nyerték ezt a versenyt. Én azt mondtam ugye Krisztián, hogy ilyen még itthon nem fordult elő veled, Ausztriában erre már volt példa. Így van, ott már sikerült abszolútat nyerni, de az, hogy ezt a versenyt meg fogjuk nyerni, ezt tényleg nem gondoltam volna, hát az eső az nagyon sokat segített. De hát minden jó, a vége jó, mindent megtettünk a győzelemért, nagyon jó volt az autó, semmilyen műszaki probléma nem volt vele, végig jól gumiztunk, úgy gondolom, a vízen sikerült egy kis előnyre szerpenni, és azt be tudtuk osztani végéig. Jó ára lesz ennek az autónak? Hát nem szeretném eladni. Van az a pénz? Hát biztosan. Oké, okay. Van másik autót, gondoltál a jövőre? Így van, van már egy új Evo 9-esünk, és azt fogjuk megépíteni, de hogy jövőre mit fogunk csinálni, azt még egyelőre nem dőlt el. Ez a verseny, azt mondtad, hogy teljesen sima volt, nagy előnnyel vezettetek, ott volt már valamiféle taktikázás, tehát itt arra gondolok, hogy visszafogtad-e magad, arra figyeltél, hogyha nem baj, hogyha csak egy másodperccel, de megmaradjon az előny, hiszen ezeken a pályákon akár az utolsó kilométeren is el lehet dobni az autót. Hát így van, gyakorlatilag volt azért kalandunk, a második gyorsági leestünk az útról, az majdnem vége lett a versenynek, de hát azért az sikerhez kellett az, hogy az Érdi Tibi defektet kapjon. De hát a rally az ilyen. Valamikor sikerül, valamikor nem. Én is voltam már úgy, hogy vezettem abszolút be Ausztriába, és az utolsó gyorságén beestünk. Hát ezt most mindenféleképpen el szerettem volna kerülni. Éppen ezért az utolsó két gyorságén egy kicsit visszavettünk. De úgy gondolom, hogy ez volt a megfelelő taktika. Krisztián, köszönöm, hogy itt voltatok. Gratulálunk az abszolút győzelemhez, hölgyeim és uraim! Ideg Krisztián és Kismődi Endre, akik megnyerték a 2009-es Formula Rally. És akkor következzen minden, ami most az, ami szokásos, minden pilótát, minden navigátor már az elsőtött természetesen, kérjük szépen középre. És szeretnénk átadni a díjakat, először az abszolút elsőnek, aztán a másodiknak, és így tovább. Tehát az abszolút helyekért járó díjakat dr. Szakács László úr, Komlóváros alpolgármestere, Jégül Zoltán, Komlóváros alpolgármestere segítkezik most mindenben, illetve Kollár László úr, a Bikali Puchner kastélyszálló és reneszánsz élménybirtok tulajdonosa az, aki ifjabb érdi Tibiéknek fogja átadni a harmadik helyért járó díjat. A negyedik helyért járó díjat Dudás Kokó fogja átnyújtani, és az ötödik helyért járó díjat pedig Markó Tibor, a verseny rendezője, a Markó Racing vezetője, képviselője adja át. És akkor majd tegyétek le valahova, maradjatok, mindenki maradjon itt, vagy tegye le valahova a serlegét, mert vannak még serlegeink, meg utána úgyis lesz még nagy fotózkodáknak, szintén a Városkéta alpolgármestere segítkezik mindebben. Hát ilyen a sors, aki ugye VRC-vel versenyez, az kevesebb kupát kap, mint aki N-ben vagy A-ban érdekelt, hisz a VRC-ket csak az abszolútban értékelik. Az N csoportban megszerzett első helyért, illetve az N4-es kategóriában megszerzett első helyért Osváth Péter és Harnadi Ági kap serleget. Csak segítségként szeretném mondani, igen, itt annyi mindent kell átadnunk, hogy nehogy valami nagy kavarodásba kerüljünk. Egyébként, hogyha nézzétek meg, csak egy tanács, nézze meg mindenki, hogy milyen serleget kapott a végén, mert annyi van, hogyha ne agyisten valamire az van állni, hogy N4 és ti VSC-vel indultatok, akkor azt cseréljétek ki. Egyszerűbb, mint postázni majd utána. Megvan a lista, Tibor, jöhet a fesgő? Hölgyeim és uraim, akkor tartsuk be a játékszabályokat, a fesgős üvegeket mindenki egyszerre nyithatja ki. Ne csaljatok, tényleg!
Megérkezett Túri Tamás is, aki különböző okos ötleteket mond innen a háttérből. Na mehet! Hölgyeim és uraim, zene, taps, tombola, minden játszott. A Hondorali első öthelyezettje, Boldog Mesdő Műzőkbe. Mondanám azt Fürterén, de hát nem ez a Fürterén, a Fürterén háza, odik van a városháza túloldalán. Ez nem is az a lényeg. Nos, miután gondolom kitomboltátok magatokat, bár hátra van még az este, a buli. Kérlek benneteket, hogy álljatok össze egy ilyen pesgős emlékfotó erejéig. Ez az esemény, ha lesz is, nagy valószínűséggel VSC-ket nem látunk többet magyar bajnokin, magyar céldobogón, hát ez mindenképpen az utókornak is egy olyan emlék lesz, amiről majd sokat lehet beszélni. Let me be your rainbow.